Ez a könyv, ez a Láthatatlan árvák címre hallgat. Egy éve jelent meg, sok szerző által írt, Elekes Dóra, Fábián Gábor, Hoffmann Kata, Karafiát Orsolya, Kemény István, Kovács András Péter és Mattik Dóra. Minden szerző a saját diszfunkcionális családjáról és gyerekkoráról ír, és minden novella után, vagy minden írás után, egyébként ebből a Visszhang darabból is, illetve a Visszhangnak az ős változatából vannak benne szövegek, és mindegyik novella után van egy pszichológiai magyarázó vagy értelmező szöveg, amit Hoffmann Kata, a szakpszichológus írt. Egyébként Hoffmann Katának is a saját diszfunkcionális családjáról van novellája. Az első könyv, ami ebben a témában jelent meg, az az Apanya Pia névre hallgatott, és erről lett elkeresztelve egy olyan csoport és honlap, ami tulajdonképpen a diszfunkcionális családban felnövő gyerekeknek segítene, illetve aznak a felnőtteknek, aki ilyen családban nőttek föl. Van egy másik honlap is, ez meg a kimondható.hu. És hogy akkor ezt akár meg tudjátok nézni, és tulajdonképpen a könyv belvétele az a Apanya Pia programot, meg a kimondható.hu-t támogatja. No, akkor köszöntöm itt a színpadon a színészeket, Bacskó Tündét és Fábián Gábort, és hát változó szokott lenni ez a beszélgetés. Tulajdonképpen Pécsen úgy, amikor ez a darab így elkezdett játszódni, akkor Gábor volt, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ne legyen a darab beszélgetés nélkül, és aztán most már kicsit úgy is van a darab, hogy úgy is van ez az előadás, hogy van az első felvonás, amit láttatok, egy szünet, és a második felvonás, amiben pedig beszélgetünk így hárman. Kérdezhettek is meg, mi is beszélünk, ha nem kérdeztek, akkor spontán is beszélünk, egymást is kérdezzük, de jobb, ha ti kérdeztek. Mitől lesz diszfunkcionális egy család? Te is mondod, hogy a darabban, hogy azt hitted, normális családban élünk, ugye, és itt is ugye többször a darabban ez van, hogy kifelé így igazából mutatja, próbálja mutatni, hogy ez egy normális család. Ugye anyuka is, amikor a beszél a barátnővel, vagy nem tudom ki, akkor ez a szia, tehát teljesen átválta egymás. Tehát, hogy így mutatjuk a képet kifelé, de közben bent meg szenvedés van, és hogy... Egyébként hagyom majd Gábort válaszolni, mert hogy a könyvben is Gábor írja a saját diszfunkcionális családját, de talán annyiról szól, hogy végülis ezek a családok ezek nem működnek jól, nem töltik be a funkcióikat, és van egy csomó jellemzőik. Néha szoktuk ezt így szétbontani, hogy aszerint akár, hogy mondjuk ez a család valójában mi köré szerveződik, akár szenvedélybetegség, táplálkozási zavar, pszichiátriai probléma, kriminalizáció, tehát sok minden lehet. Általában ezek a családok, ezek kifelé egy elég magas falat vonnak maguk köré, tehát kifelé nem látszik, vagy kifelé olyan képet mutatnak, mint amit a darabban Tünde is mutat kifelé. Bent pedig káosz van, zavar, a szerepeket nem töltik be. Nagyon sokszor a gyerekek parentifikálódnak, ez azt jelenti, hogy szülői szerepbe helyeződnek, olyan döntéseket bíznak rájuk, amikben ők tulajdonképpen nem az érettségükhöz mérten kell nekik döntéseket hozni, olyan szerepeket kell betölteni, akármit, amilyen mondjuk apát hazavinni a kocsmából, anyát támogatni, amikor nagyon rosszul van. Szóval számos ilyen dolog tulajdonképpen diszfunkcionálisan működik, de akár mondhatod saját élményként is. Igen, mert azzal viccelődtünk ott bent a öltözőben, volt egy kedves ismerős, aki bejött, hogy hát erről csak hallottam ám, hogy ilyen van. Hát nem, így eléggé sok minden egészen önéletrajzi a darabban. Nálunk nem volt szer, az én apám a legsúlyosabb függő, akit valaha láttam, de nem szereket használt, viselkedési függősége volt. Van, mert hogy nem épült fel. Az anyám meg a klasszikus társfüggő, úgyhogy gyakorlatilag ugyanaz a modell működött, mint egy kőkemény alkoholista vagy szerhasználó családban, csak szer nélkül. Ugyanazokkal a hatásokkal is járt, mint hogyha alkoholista családban nőttem volna fel. Csak sokkal nehezebb volt leleplezni, mert ugye hát esküszöm meg voltam arra győződve, hogy minden a legnagyobb rendben van. Csak hát aztán utána jöttek a bajok, főleg a gyerekeim születésekor, és akkor
És akkor egyszer csak ott ültem Jánosnál, és akkor onnan kezdődött egy hosszú, több éves folyamat, ilyen Oidipus nyomozás, hogy mi az ördög van. Nagyon hosszú ideig nem tudtam megfogalmazni, hogy mi a baj. Úgy hívtam, hogy a debreceni elmebaj, mert debreceni vagyok. Nem tudtam megmondani, hogy mi a debreceni elmebaj. Azt tudtam, hogy kurva nagy gáz, de hogy mi, azt nem. És hát akkor évek, aztán nagy nehezen leesett a tantusz. Hát nálunk így, de hát kinél, hogy annyi van, mint a égen a csillag. Talán annyi, hogy én amikor a családterápiát tanultam, akkor a Székely Ilonától ő volt a mesterem, és ő azt mondta, hogy a jól működő családnak egy jellemzője van, hogy a családtagok pozitív irányba fejlődnek. És ez két alapvető dolog kell. Szeretet, ami ugye normális, hogy ott vagyunk, és ez egy szerető család, egy egymást támogató család, egy. Kettő, keretek. A keretek azok pont arról szólnak, hogy megvannak a szerepek, megvannak, hogy ki hol meddig tart, mi a feladata, mik a szülői jogok, és mik a szülei kötelességek, és ugyanez gyerekben is. És Ilona sokat beszélt, meg tanult is, meg szemináriumban volt egy szintén magyar származás, Ilus egyébként Amerikába jött haza, ő meghalt most már néhány éve, több mint 90 éves volt, apáca volt egyébként, 1948-ban hagyta el Magyarországot, és aztán az USA-ban ő egy olyan rendnek a tagja volt, ahol azt mondták, hogy sovány a templom szolgálat, mindenki menjen dolgozni, és akkor ő szociális munkás lett, aztán pszichológus, és az 50-es, 60-as években, amikor a családterápia nagyjai megalapították a családterápiát, Böszörmény Nagy Iván, Carl Whittaker, a Sárfázas pár van, és legköztetek olyan, aki foglalkozott ezzel, akkor talán ismerősek ezek a nevek. És Böszörmény Ivánnak volt ez a kapcsolati etika névre hallgató, vagy kontextuális terápia, ami tulajdonképpen a generációkon keresztül hogyan vannak a jogosultságok, hogyan adódnak át azok a családi örökségek, akár titkok, amelyeket hosszan tudunk cipelni. Böszörmény Nagy Ivánnak ez a kapcsolati etikája, ez arról szólt, hogy azt mondta, hogy a családi rendszerbe te pakolunk be dolgokat, és veszünk ki, és ennek körülbelül egyensúlyban kell lenni. Ha valaki azt érzi, hogy csak pakol bele, mint a Tünde által játszott anya a családban, és úgy tűnik neki, hogy a másik meg csak vesz ki belőle, folyton támogatást, energiát, csak töltekezni próbál ebből, és ez olyan nagyon eltávolodik egymástól, akkor általában elválik a pár, mert ez már így nem kiegyenlíthető. Azt mondta Böszörmény Nagy Iván, hogy a családban egy olyan szereplő van, aki jogosul többet kivenni, mint amennyit belepakol, ő a gyerek. És hogyha ez így megy tovább, akkor a gyerek majd ezt az egyensúlyt majd a saját gyerekeinél fogja megteremteni. Tehát ott lesz majd ugyanaz, hogy szülőként többet pakolok bele, mert a gyerekem egy kicsit mindig többet vehet ki. Aztán majd a gyerek, amikor szülő lesz, akkor majd egy kicsit többet pakol bele. Tehát valahogy így egyenlítődik ki hosszú távon az igazság. És hogy a normálisan működő családok, a funkcionális családok, egyébként ez is egy ilyen jellemző, hogy vannak a családoknak strukturális jellemzőik, hogy van apa, anya, pia az nincsen, hanem hogy apa, anya, gyerek, és aztán, hogy ki milyen nemű, és honnan jött, és ez változhat, vagy a patchwork family, aki sok mindenből rakodik össze, az apa gyerekei, meg az anya gyerekei, meg a közös gyerekek, meg akár több generációs család is élhet együtt, stb. Tehát, hogy ezek hogy strukturálisan hogyan néz ki, ez sokféle lehet. A funkció az sokkal lényegesebb. Tehát, hogyha a funkcióban jól működünk, ha a szerepekben jól működünk, ha megvannak a szerepek, ha ezek a szerepek viszonylag tiszták, hogyha őrizzük a szülői szerephez járó jogokat és kötelességek, ugye, hogy nem csak az a szülői jog, hogy ebéd előtt mihetünk csokit, hanem még sok minden van benne, de ehhez kötelességek is járnak, és nekünk kell meghozni olyan döntéseket, ami a szülői szerephez társul, és nem rakhatjuk a gyerekeinket olyan helyzetbe, amiben meg, szóval nem ő dönti el, hogy a apukához, az anyukához fog költözni, amikor mi válunk, és nem ő neki kell azokat a fontos családi döntéseket meghozni, ami mondjuk a családnak a jövőjét meghatározza. Úgyhogy na valahogy így van a diszfunkcionális család.
Hát, hogy mégiscsak egy színházat láttunk, és a színház attól volt jó nekem, de egy kicsit azt sejtem, hogy a velem itt ülő többieknek is, hogy hát egy csomó mondatot be tudtam fejezni. Tehát, hogy ezek ismerősek voltak, ez tudom, hogy milyen, ez nem egy marslakóról szólt ez a cucc, és akkor arról beszéltek, hogy a diszfunkció, tehát hogy van a világnak a rendesen viselkedő funkcionális része, és akkor vannak ezek a junkie diszfunkcionálisok, hát szerintem azért ez nem így van. Hát mi mindannyian ebben a keretrendszerben vagyunk benne, többé-kevésbé. Vagy most akkor egy terapeutát javasolsz nekem? Csak egy rövidet hadd reagáljak azt, hogy amikor én sokat jártam ACA csoportba, Adult Children of Alcoholics, alkoholista vagy más módon rendellenesen működő családokban felnőtt gyermekek csoportja, ugyanolyan, mint az anonim alkoholisták, csak ezzel a fókusszal 3 évet, és hát amikor acás társaimmal beszélgetünk, akkor rendre felmerül a kérdés, hogy na jó, de hol vannak a normik? Vannak? Mert egyet sem ismerünk. És akkor, igen, és akkor erre megkérdeztem Jánost, és akkor te meg mondd el, hogy mit gondolsz te erről, mert miért én mondjam el. Tehát, hogy amikor terápiában van egy család velem, vagy ember, akkor azt szoktam mondani, hogy nem akkor vagyunk mi a terápiában kész. Pontosabban azt mondom, hogy szerintem most már menjen útjára, és ne kínozzon engem, amikor minden oké, és amikor így kerek a világ, hanem amikor már azt érzi, hogy így tudja csinálni a dolgait, és ha van egy konfliktus, akkor ő nem omlik össze, és nem nyomja agyon ez a dolog. Egy pár nem akkor működik jól, amikor nem vitatkoznak, akkor működik jól, amikor nem gondoljuk azt, hogy a vita végén vagy megfojtom a másikat, vagy elválunk, hanem akkor jó, amikor többé-kevésbé mégiscsak tudunk megbeszélni dolgokat, amikor annak valamiféle konszenzus van a végén, és igen, és vannak problémák, és van úgy, hogy felcsattanunk, és van úgy, hogy nehezen uralkodok az indulataimon, de ettől még nem feltétlenül ez diszfunkcionális a család. Diszfunkcionális attól lesz, hogyha titkok vannak, ha nem hagyom, hogy te is elmondd, amit szeretnél, hogyha ilyen kizárólagosságokat mondok, szóval igen, ezek a mondatok egyébként érdekes, mert sokszor felvetődik, hogy neked van egyébként a darabban neved? Frúzsi. Frúzsi. Tényleg. A nő. Igen. Hát hogy azért Frúzsinak is megvan. A férfi, meg a nő ebben kapcsolatban. Tehát, hogy végül is van, tehát hogy sokszor van, hogy Frúzsinak is azért megvan a maga baja, ugye, hogy tulajdonképpen egy ajándékot nem tud jól elfogadni. És hogy akkor ez így már hogy néz ki? És aztán végül is abban, amikor a darab íródott, egyébként a Láthatatlan árvákban Gábornak a szövegei vannak a Visszhang címen, de azok csak Gábor szemszögéből, tehát végül is a női szerep az később íródott. Egyébként úgy volt a darab, hogy úgy alakult, hogy felhívtak engem, hogy lesz egy HR konferencia, és én beszélnék-e ott a kiégés szindrómáról. És akkor mondták azt, hogy de egyébként az jó lenne, hogyha nem csak én ott beszélnék, hanem nekünk, én egy közalapítványnak vagyok a vezető, ez az Indit közalapítvány, ami egy addiktológiai rendszer, szociális egészségügyi intézményekkel, rehabokkal, félutas házakkal, sok mindennel, és hogy nekünk a nyáron több fesztivál van ott a környékünkön, az Ördökatlan Fesztiválon van egy Mentaliget, vagy Mentaliget nevű helyünk, ahol az Inditnak a programjai vannak, és ott vannak színházak, és a színház után van beszélgetés, és ilyen bennünket érintő, nem távolító problémákkal foglalkozunk, és akkor mondta nekem ez, aki meghívott, hogy nem lehetne, hogy valami színházat is csinálunk. Hát mondtam, színházat, és akkor a burnoutról. És akkor a Gábor éppen járt hozzám terápiába, és kérdeztem, hogy ha kicsit kibújunk ebből a szerepünkből, hogy ő a kliens, én meg a segítő, akkor gondolunk-e valamit arról, hogy színházat csinálni egy ilyen problémára, és akkor így elkezdtünk gondolkodni nem a burnoutról, hanem a burnoutról egy olyan speciális problémájáról, amikor azok az emberek, akik
egy munkahelyi helyzetben elkezdenek burnout tüneteket mutatni, nem lelik örömüket a munkába, rohadtul fáradtak, frusztráltak, irritábilisek, stb. És akkor azt mondja a munkahely, hogy nekik fontos a dolgozó, és a burnout prevenció az, hogy akkor elküldik 2 hétre a Seychelles-szigetekre, és visszajön, és aztán hétfőn elkezd a munkát, és kedden már megint úgy dől el, mint a rohadt nád, és azt mondják, hogy most akkor mire volt jó a Seychelles-szigetek. És kiderül, hogy ő neki végülis nem burnoutja van, hanem ő egy acás ember, aki így még nem vette észre, hogy ő egy ilyen családban nőtt fel. No, és akkor az első, és akkor a Gábornak voltak a terápia alatt házi feladatai, meg magától is írt, és lett egy csomó ilyen monológ, meg szöveg, ami ebben a könyvben van, és akkor ott csináltunk ezen a HR konferencián egy ilyen kis imitált aca csoportot. Gábor volt a speaker, Tünde volt, aki mégiscsak megjelenített női szerepeket, mert hogy mégiscsak színház volt, és én voltam, aki csengetett, megjutotta a gyertyát, kiosztotta a szövegeket, tehát aki így a csoportnak a gondnoka volt. És nagyon érdekes volt egyébként ez a helyzet. Ott voltunk mi hárman, és volt körülbelül 15 HR-es, akik mikor vége lett a darabnak, akkor így néhányan így mondták, hogy ez mennyire érdekes, és elkezdtek gondolkodni, és hogy ezzel valamit így lehetne kezdeni, meg a cégekben ez egész hogyan megy. Volt még 4 óránk, mondtam, hogy bocs, de itt még 10 nem szóltak, és hogy akkor mindenki mondjon egy mondatot, hogy így mi is volt itt. És hát így emberekből így elkezdett dőlni a szó. Azt láttuk már, hogy a 15 percben ezt nem fogjuk tudni kezelni. Volt olyan fickó, aki azt mondta, hogy ő egyszer beszélt az apukával életébe, egy holland-magyar meccs után elemezték a meccset. Egyébként nem beszéltek semmit. Egy másik, egy kicsit elhízott fickó, ő azt mondta, hogy hát vannak a cégnél olyanok, akik nem pont ilyen konform, fitness legendának tűnő emberek, és ugye azzal így élcelődnek, és ez nagyon kellemetlen az a helyzet, de hogy erről nem lehet beszélni, és majdnem elsírta magát, és akkor így azt láttuk, hogy ez így, itt tényleg így elindulnak ilyen mondatok, meg monológok, meg hogy nyilván azok a mondatok, amik így visszacsengtek a darabból, ez így megy előre. És akkor utána lett ebből a HR csoport, ebből a HR konferencián, ebből az ACA csoportból egy félórás film, amit egyébként már Herceg Adrián rendezett, aki a színpadra állítós darabot is, és aztán végül is, mivel Gábor csak a férfi szöveget írta meg, kellettek női szövegek, ezért a film dramaturgia Khaled Abdul-Szaida írta a egyébként egy magyar lány, egy arab férjel, és így lett az ő neve ilyen arabos hangzású. Az édesapja arab. írta meg a női szövegeket, és aztán lett tulajdonképpen ez a darab, és hát igen, kérdésre válaszoltunk? Egyáltalán nem, de ez egyáltalán nem baj. Csak annyi, hogy egy-két mondat, hogy ezek a mondatok végtelenül ismerősek mindenkinek, hiszen ezek a mondatok mindenhol elhangoznak. Az az óriási különbség szerintem, hogy nem spirál jelleggel, hanem van belőle kilépés, van belőle beszélgetés, van rá kapcsolódás más irányból, tehát hogy nem torkollik ebbe a szituációba. Mert tőlem is meg szokták kérdezni, hogy milyen ezt játszani, ezeket a mondatokat. Mondtam, hogy tökéletesen ismerem minden szavát a megírt színvonalnak. Már elhangzott a te szádból is ilyen mondat? Nem, az enyémből nem, de... Tehát, hogy tökéletesen ismerem minden szavát, de hogy másképp végződnek ezek a szituációk normális esetben, tehát azért nem minden család így működik. Hogy zajlik egy családterápia? Milyenek a házi feladatok, meg mi van magán a terápián? Hát eljön a család valami problémával, van a családban valaki, aki a legjobban feszítette már a helyzet. Nyilván az egy fontos, hogy mi volt az, amire úgy döntöttek, hogy most van az a pont, amikor felhívnak egy szakembert, és elindul egy ilyen folyamat. Egyébként nagyon érdekes, a Carl Whitaker, az egyik ilyen neves családterapeuta mondta azt, hogy egy lelki, egy kapcsolati problémának
a megoldására a családterápiának egy kontraindikációja van, azaz egy ellen érve, hogyha nincs a közelben családterapeuta. Tehát azt mondja, hogy tulajdonképpen minden probléma, amikor az ember családban él, közösségben él, én például szoktam mondani a kollégáimnak itt ebben a addiktológiai rendszerben, az Indít közalapítványban, hogy mindenki, aki kliensekkel dolgozik, az tanuljon családterápiát. Nem azért, mert feltétlenül családterápiás formában fogja a problémát oldani, hanem azért, mert hogy ott van egy darab ember, aki azt mondja, hogy nekem ilyen olyan problémám van, akkor a terapeuta lássa azt a rendszert, hogy egyébként valószínű ennyi ember veszi körül, mint amennyien most itt vagytok, és hogy működnek ezek a szálak, hogy működnek a kötődések, hogy működnek azok a ki nem mondott, vagy nehezen megindokolható, de mégiscsak valahol ilyen determináló dolgok, amik tőlük most itt van. Tehát amikor a család eljön, talán még az is, hogy indul, nagyon sokszor van az a helyzet, hogy fogják Zsoltikát, behozzák a drogambulanciát, és azt mondják, hogy itt van Zsoltika, ő a problémás, és hogy akkor mikorra jöjjenek vissza, mert hogy ők addig elmennek, és mondom, nem kell semmikor se visszajönni, mert ők most nem fognak elmenni, hanem együtt beülünk. De őnekik most dolguk van, meg még most még vásárolni akarnak, amíg ővele, de hogy akkor tényleg mikor jönnek vissza, mondom, akkor jöjjenek be. És akkor bejönnek, de akkor az apuka az így fogja, és akkor kiteszi a mobiltelefonját az asztalra, és azt mondja, hogy bocsi, de ő egyébként meg nagyon fontos hívást vár, és hogy akkor tehát nem veszi föl, hogyha az a fontos hívás beérkezik, akkor fel kell vennie. És akkor szoktam kérdezni, hogy így kitől vár telefont, a gyerekéről van szó, mondjuk a jóisten, ha hívja, akkor egyébként így ki. De akkor így végre elteszi a telefonnal, és akkor ott ülünk, hogy el lehet kezdeni beszélni. Általában a gyerekek, pláne a kamaszok, ők nem szeretik, hogyha a szülők jelenlétében kell beszélnünk. Nyilván az is kérdés, hogy akkor mondjuk a Zsoltikát hozzák, vagy anyuka telefonál, hogy már nem bírja ezt az egész helyzetet. És elindul egy beszélgetés. Nagyon fontos, hogy a családterapeuta ő így ne próbáljon. Tehát nem teszünk igazságot, nem mondjuk, hogy neki van igaza, neki nincs. Megpróbálunk úgy körülbelül mindenkitől egy távolságban lenni. Nagyon gyakori az, hogy nem egy személy van a terápiában, hanem is szerencsés az, hogyha mondjuk egy ilyen férfi-nő páros, aki a családdal szemben ül, tehát hogy valaki képviseli kicsit a női principiumokat, van, aki a férfit, és akkor elindul egy beszélgetés. És hát, hogy sokszor az is több ülés, amíg eljutunk odáig, hogy mi is a probléma. Nagyon sokszor, amikor eljutunk odáig, hogy mi a probléma, akkor már a megoldást is látjuk. És nagyon sokszor tényleg azon dolgozunk, hogy kommunikálnak, hogy van a kapcsolat. Csak itt két ilyen példát mondok. Az egyik, mind a kettőt éppen Kár Vitakertől mondom, ő így ült a családdal, és azt mondta, mert hogy nagyon szeretünk egy kicsit ilyen nem szaknyelven, hanem ilyen érthetőbb szinten beszélni, és azt mondta Kár Vitaker, hogy olyan ez a család, mint egy olyan ház, amiben így mindennek megvan a funkciója, frankon be van rendezve, süt a nap, tóparton áll, csak nincsen konyhája. És akkor így ezen mindenki, hogy tényleg milyen egy olyan családi ház, aminek nincsen konyhája. Ugye amerikai konyhás, amerikai konyhát azt azért szeretem, mert az amerikaiak nem főznek. Ugye ők elmennek gyors kaját venni, tehát hogy az amerikai konyhás lakás tulajdonképpen nem alkalmas főzésre, ugye? Mert büdös lesz az egész lakás, és akkor előbb-utóbb nem lehet főzni, mert azt mondják, hogy akkor az egész lakás büdös. Na mindegy, tehát hogy szeretjük az amerikai konyhás lakásokat, az egyik. A másik meg, hogy a Vitakerhez ment a család, és ott volt a anyuka, meg a két gyerek. Mondta, hogy apuka hol van? Mondták, hogy hát apuka nem ért rá, mert Vitaker megállt a váróba, és akkor mondta, hogy hát akkor nem tudunk családterápiát tartani, tehát akkor most tartunk egy nem ülés ülést, és a váróba 50 percen keresztül arról beszélgetett az anyukával, meg a két gyerekkel, hogy az apuka miért nem tudott eljönni. És mondta, hogy akkor próbáljuk, hogy akkor legközelebb jöjjön az apuka, de azt mondta, de az is lehet, hogy apuka azért nem jött el, mert hogy az ő szülei nem adtak neki engedélyt, hogy eljön. Tehát akkor kérné, hogy legközelebb az apuka szüleit is hozzák el, mert hogy akkor, na és akkor egy ide után a család látta, hogy nem fog túljutni ezen, tehát ha le kell ülni egy körbe és beszélni, akkor ott kell, hogy legyenek azok a fontos szereplők. Szóval röviden jó így. És volt olyan, hogy ilyen három generáción átívelő családterápiában volt részed? Hát azért az nehéz. Tehát mondjuk volt olyan egyébként, hogy egyszer így, és nagyon sokan voltak, igen,
tulajdonképpen mi is bementünk sokan, tehát hogy azt hiszem, hogy mi is hárman vagy négyen voltunk már családterapeuták, és valóban ültek ott nagyszülők, szülők. Általában azért, hogy haladni is tudjunk a munkával, az egy szűkebb körben szokott lenni. És úgy gondoljuk, hogy az tényleg jó, hogyha ott ülnek először akár nagyszülők is, vagy volt olyan helyzet, és hogy egy kicsit talán tényleg ilyen, hát most nevezzük ezt az engedélynek, vagy az, hogy itt most tényleg tulajdonképpen a családról van szó, és hogy akár bármiről beszélhetünk. Aztán nyilván eljuthatunk olyan pontokig, mondjuk a szülők közötti szexuális ügyek, problémák, amire azt mondjuk, hogy végülis erről nem kell a gyerekekkel közösen beszélni, mert hogy ez nem az ő szintjük. És akkor azt mondjuk, hogy oké, most a gyerekeknek nem kell lejönni. Vagy volt olyan terápia, hogy eljött az anyuka meg a gyerek, hozta a fiút az anyuka, és azt mondta, hogy a gyerek az gimnáziumba járt, drogot árult, azt hiszem, hogy éneket meg testnevelést kivéve mindenből bukásra állt, és mondta, hogy az a baj, hogy a gyerek füvezik, és hogy hát valamit kezdjünk ezzel a gyerekkel. És akkor így mondtam, hogy jó, nyilván valamit majd kezdünk a gyerekkel, de egyébként így mi van velük. És akkor mondta az anyuka, hogy hát nyilván nem jött el az apuka, de egyébként ők így éppen válni készülnek, és azt mondta az apuka, hogy ha ez a gyerek ez nem ezt művelné, egy kicsit normálisabb lenne, akkor ő már el tudna végre költözni, és a gyereknek pedig nem volt más dolga, mint hogy minél hülyébben működjön, mert azzal tudta az apukát bentartani a családba. És akkor mondtam az anyukának, hogy akkor legközelebb azért hozzá el az apukát, és akkor eljött az apuka. És akkor ott beszéltünk hármasban egy darabig, és akkor azt mondta az apuka, hogy tényleg, hát szóval, itt van ez a neveletlen gyerek, és most neki mi a francnak kell itt ülni, mikor más dolga lenne. És akkor mondtuk azt, hogy hátul lesz egy kérdés, és akkor mondtuk azt, hogy jó, akkor hívtam magam mellé egy koterapeutát, és azt mondtuk, hogy akkor a gyereknek nem kell járni, ő járjon el egy szociális munkás kollégánkhoz, egy konzultánshoz, aki elkezdett beszélgetni arról, hogy ő egyébként hogyan van a gimnáziumi főárusítással, és a szülők megjárjanak párterápiába. Az apuka minden alkalom elmondta, hogy ő többet nem akar jönni, körülbelül 3 hónapig jártak, ahogy a gyerek tehermentesült, és a szülők egymással beszéltek, és nem a gyereket rángatták jobbra-balra, és őt használták eszköznek arra, hogy mit tudom én, a apuka elutazott egy 3 napos konferenciára, és amikor a gyerek beszívva az apuka autójával nekihajtott a gimnázium falának, akkor 1,5 óra múlva visszaért az egyébként repülővel is 3 napra lévő konferenciára. Tehát, hogy így a gyerek kikerült ebből a nyomásból, akkor egyszerűen elkezdett tanulni, és azt hiszem már csak matekból nem tudott leérettségizni első körben, de hogy a szülők egymással kezdtek el foglalkozni. Tehát, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a családterápia tényleg arról szól, hogy találjuk meg azokat a problémákat, amin bírunk dolgozni. Az lenne a kérdésem, hogy én hallottam egy ilyet, hogy akár a skizofrénia is lehet így egy ilyen családi dinamikának a kivetülése, hogy erről tudnál egy pár szót mondani, hogy esetleg ez lehetséges? Igen, tehát elvég a pszichózis pszichoterápiának egyébként van családterápiás rendszere, sőt, hát eredendően a túlóvó anyákat, egyébként ez a szenvedélybetegnél is megjelenik, ugye Gábor is azt mondja a szerepében, hogy az apja üti, vágja, és az anyja pedig dicséri, hogy nem dagadt, és hogy okos fiú, és minden oké, és már ő sem hiszi el egyébként, hogy ez való igaz lehet, mert egyébként akkor az apja miért bánik vele úgy, és hogy végül is általában fiatal, a skizofrénia indulása az fiatal felnőtt korra datálódik, de hogy tulajdonképpen sokféle elmélete van a skizofréniának, és mondjuk azt is, hogy a mentális betegségek hátterében ugyanúgy, mint az addikciónak, biopszichos, szociokultúr, spirituális okok állnak. Tehát valójában minden benne van, biztos, hogy kell akár genetikai szinten egy családi terheltség, de a családi rendszer, a nyelv, a kifejezés, ez tényleg egy akkora zűrzavart hozhat a fiatal felnőttben, hogy megtörténik egy pszichotikus dekompenzáció, bekerül egy rendszerbe, elkezdik tömni gyógyszerrel, és az, hogy tulajdonképpen ez egy skizofrén út lesz ebből, a skizofrénia az most már nem egy olyan diagnózis, amit azt mondunk, hogy itt egy pszichotikus skizofrén vagy, hanem ez egy folyamat, és aztán a
ha ennek egy ilyen családterápiás megközelítést nézem, akkor tényleg valóban azokat a családi titkokat, azokat a kommunikációs gubancokat, hogy akkor hogy van az anya, hogy van az apa ebben, ezeket elkezdem tudni oldani. És igen, látom azt, hogy akár egy skizofrénnek induló folyamat, egy olyan ember, akinek egyébként akár még, ne adj Isten, vissza is jönnek még pszichotikus dekompenzációi, ezt a család jól kezelve, egy jó gondozva ezt a problémát, nyilván professzionális szakemberrel, ő neki tulajdonképpen egy teljes élet állítható vissza, vagy működtethető. Akár gyógyszer nélkül, és igen, van olyan ember, akinek időnként már ő is érzést tudja kezelni valamennyire, és amikor azt mondja, hogy kezdek megbolondulni, akkor lehet, hogy átmenetek gyógyszert kell szedni, de már van egy biztonságos, megtartó környezet, és nem egy elmeszociális otthonban végzi. Azt láttuk itt, hogy ez egy folyamat, amit végignéztünk a kezdetektől a végéig. Az érdekelne engem, hogy van az a kritikus pont, hogy te mit látsz, hogy meddig preventív ez egy ilyen terápia, és honnantól van az, hogy gyakorlatilag visszafordíthatatlan a folyamat, vagy hogy így egy ilyen a terápiás tapasztalataid alapján hány család az, aki visszafordult ebből a állapotból, amit mondjuk itt én személy szerint tetten értem egy pontnál, ez mindenkinél más, gondolom, hogy mi a tűrés határ, mi az a... Itt a darabban láttad, melyiket gondoltad egy olyannak, amikor nem visszafordítható, vagy ami szerinted ilyen kritikus volt? Így most pontosan arra jelenetre nem tudok egy mondatot visszamondani, de hogy azt látom, hogy a női szerep az ugye egy izolált szerep, a gyereknevelésről szól. Ott átfordul egy ilyen dinamika, amikor a gyerekért vagyok. Az apa az belekerül egy hozott, vagy a saját családjából egy ilyen depressziós állapotba, és akkor próbál ezzel küzdeni, ezt próbálja megoldani. Ebből támogatást nem feltétlenül kap, mert az anya az a gyerekkel és ezzel a bonyodalmakkal van elfoglalva, és aztán a férfi magára marad, majd eljutnak a kapcsolatban egy olyan pontig, ahol a nő ezt nem bírja tovább. Én azt a pontot mondom, nem tudom kinek hol volt ez a darabba, hogy ez a nő által egy kiábrándulás a férfi szerepből, a férfi oltalmazó szerepből és a nem tudom milyen körülményből. Mondjuk én aggodalommal kérdezem ezt, 1%-nál tartok én a kapcsolatomban ebből, de ez rettenetesen elbizonytalanít, hogy ezt meddig lehet így csinálni. És az érdekel engem, hogyha preventíven valaki hozzááll ehhez, akkor az menthető. És hol van az, ahol mondjuk a nagy magyar átlag, úgy látom a baráti társaságom 60%-a, ahol már 2 gyerek, 3 gyerekkel válásig ment ez a dolog, hogy többen voltak pszichológusnál, családterápián, hogy van-e az a kritikus pont, amit te látsz, hogy ez menthető, vagy nem menthető, vagy egyáltalán a gyerek az, aki menthető ebben a szituációban még talán, vagy a gyerekkel való helyzet. Igazából igen. Érted a kérdést? Abszolút értem, és nagyon-nagyon érdekes. És igen, ennek a sokrétűségét a kérdésben nagyon jól fogalmaztad meg. Azt akarom kérdezni, hogy akarsz erre elkezdeni válaszolni, mert hogy nem akarsz először. De akkor majd akár kiegészítetsz engem. Tehát szerintem az egy ilyen nagyon érdekes ebben a dologban, hogy tehát ha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy mindaddig, amíg valaki nem hal bele a bármiben, nem lesz öngyilkos, nem isz a halára magát, nem üti el a busz, nem szúrja agyon egy házastársi veszekedésbe egyik a másikat, addig azt gondolom, hogy így a remény az így mindig megvan. Egyszer olvastam egy cikket, amiben azt írták, hogy a 100% terápiás hatékonyságból 5%-a
hogy milyen terápiás módszert alkalmazok, 25% az a terapeutának a készségei, 70% meg az, hogy a reményt mennyire tudja valahogy átadni, belenyomni a kliensbe, hogy így, van előre még valami, meg így érdemes, meg így motiválta lehet válni. Amikor Tünde itt a tréning, itt a edzésen van, ugye akkor ott mondja azt, hogy boldog akar lenni, és amikor Zsoltra gondolok, azt mondja, hogy ő azt gondolta, hogy neki sikerülni fog, hogy ezt az embert ezt így ki tudja rángatni ebből, és lehet, hogy másnak sikerülni fog, és akkor az emberben, mintha lenne egy kis irítség, nem, hogy bassza meg másnak, meg sikerült, nekem meg nem sikerült. Szóval a golfpályára mondják azt, hogy a golfpályának a harmadik tulajdonosának fogja megérni a golfpálya, ugye? Az első kettő az csődben egy felveszi a hiteleket, a második az már egy kicsit tehermentés, tehát golfpályát vesz még, de még nem beártott, és a harmadiknál pedig már így fog működni. Tehát el tudom képzelni, hogy egy nagyon súlyos, diszfunkcionális családban felnőtt embert, egy ilyen igazi, igazi kemény acás addikt embernél, lehet, hogy a harmadik pár az, aki már kb. Úgy kapja meg, már x év terápia után már nagyon sok mindent tud magáról. Nekem is van ilyen kliensem. Nagyon érdekes. 10 éve józan, a második párjával van most, ő már józanul találta meg, de most ilyen kirohanásai vannak. A feleségnek van 2 gyereke, őket is el kell viselni, és őneki már van egy közös gyerekük, és ez egy nagyon nehéz helyzet. És így dolgozunk, de tehát nyilván az a reményem, hogy ők így megmaradnak, de ez egy nagyon nehéz vállalás. Tehát, és akkor ez is egy fontos kérdés, hogy akkor mondjuk itt ebben a helyzetben az volt, hogy akkor azt mondta Fruzsi, vagy Tünde, hogy akkor a gyerekek a fontosak, és hogy ne gyere haza a terápia után, mert még ott érjünk, mert ugye itt van ez a 2 kislány, akiknek így másban kellene felnőni. Tehát, hogy ez is egy kérdés, hogy akkor ott kit nézzünk, kit tartunk elsődlegesnek, ki a fontos, ne éljél velünk, de azért támogassál bennünket, gyerek kicsit babysittelni, fizessél gyerektartást, legyen ebből valami, nem tudunk együtt élni, elválunk. Mi is sokszor mondjuk a családterápiában, vagy párterápiában, hogy végülis válásterápiát csinálunk, és arról szól, hogy valahogy el lehessen válni, és legyen egy kapcsolat, és a gyereket azt ne eszközként használjuk arra, hogy tudok a másikkal még így jól kicseszni, és hogy így millió ilyen párt látok, hogy azt látom, hogy elváltak már, de még olyan szinten bántják egymást, és ebbe így nagyon vastagon benne van a gyerek. És hogy akkor lehet-e a gyereket kiszedni ebből a borzalmas állapotból. Sziasztok, nekem az lenne a kérdésem, hogy a nőnek a függőségei az most így direkt, így dramaturgiailag nem lett kihangsúlyozva, vagy csak a férfiről volt szó, ő ment el terápiára, ő gyógyult meg, ő vallotta be, hogy acás családból származik, hogy a nő hogyan kapcsolódott. Az ő hallgattunk egy beszélgetést az anyukájával folytatott, az, hogy ő most hova fordul, társfüggőből mi lesz vele? Igen, erről nagyon sokat beszélgettünk, hogy mit bír el az előadás, meg a téma, és mivel ez Gábornak a történetéből indult ki, és egy nagyon-nagyon sűrű férfi anyag volt, az önmagában egy erős, viszont csonka anyag volt, és abban biztosak voltunk, hogy mindenképpen kell hozzá a női oldal, hogy ennek a kapcsolatnak a dinamikája kiderüljön. Viszont konszenzus lett így szakemberek, és írók, és színészek, és lendő nézők részéről, hogy túlterheltük volna az előadást azzal, hogyha elkezdjük a nőnek a problémáit is megmutatni, boncolgatni, felfejteni, felvillantani, mert bőven elég ez egy órában, úgy gondoljuk. Úgyhogy így igen, szándékos, hogy a nő az csak egy, igen. Igen, és annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy persze a valóság azért keményebb, nyilván. Mert hogy ugye ha az ember acás, akkor biztos, hogy olyan emberek felé vonzódik, akik szintén azok. És akkor, hogyha eléggé öntudatlan mind a két szereplő, akkor ez egy elviselhetetlen örvényt eredményez. És erre egy kicsit arra is reagálnék, hogy talán azon múlik, hogy menthető vagy nem menthető, hogy mennyire
tudják már magukról, mennyire, mit tudnak magukról ezek az emberek. Én a teljes tudatlanság állapotában teljesen meg voltam győződve róla, hogy minden reakcióm a helyén van. Igazam van, bassza meg. Hát nem. De hát én ezt nem tudtam. És hát a párom ugyanúgy nem tudta. És ő is nagyon durvákat reagált. És hát ez egy ilyen örvény, ami beszippantja a párt, és hát, hát ott nem nagyon látom, hogy sok esély lett volna. Valóságban, a darabban lágyabb. Benne azért az is felmerült, hogy egyáltalán én azt láttam, hogy szülőim generációjában is lehet, hogy kevesebb válás volt, viszont borzalmas házasságokban szenvedtek haláluk igaz emberek, és halálra itták az apukák magukat, és hogy biztos, hogy minden házasságot meg kell menteni egyáltalán? Tehát, ja, nem. Egyszer egy pszichológus, és aztán kérdezzél, egyszer hallgattam egy előadását egy pszichológus kolléganőnek, és mondta, hogy mindenki elválik, csak van, aki előbb meghal. Bocsi, mondjad. Köszönöm. Nekem most már több kérdésem is van. Az egyik az egy rövidebb kérdés, hogy az, amit itt láttunk azokban a jelenetekben, mi volt a cél, hogy mit mutassatok meg nekünk? Én tökre, nagyon tetszett tényleg, folyamatosan ömlött rám a diszharmónia a kapcsolatból, és nagyon sok gondolatot fog ébreszteni még napokig szerintem, de hogy érdekelne, hogy mi volt a cél? Mit akartatok bemutatni? Ezt a hihetetlen csapdát, hogy ez mekkora csapda. Hogyha az ember így nem tudja, hogy ebben nőtt fel, akkor ez egy, hát egy horog végén ficánkoló, kínlódó hal az ember, ameddig meg nem érti, hogy ja. Egy olyan kérdésem van, hogy én érintett vagyok egyébként, körülbelül mindenben most úgy érzem, és hát nem is tudom, 30 éves korom óta igyekszem fölnevelni önmagam, és nem tudom, a hiányokat bepótolni, meg terápia fán lettem időközben, és nagyon, nagyon tetszik az önismeret, és folyamatosan dolgozom rajta, több-kevesebb sikerrel, nagy nehézségekkel, és hogy dolgozzon az az elcseszett családi mintáin és generációs, borzadályos örökségeken, akinek egyáltalán nem együttműködő a családja, tehát a környezete. Tehát, hogy, sőt, a legjobb szándékkal is még mindig kártékonyak. Nem szeretetmentes, de akkor is kártékonyak, tehát nincs sokszor köszönet ebben a szeretetben. És ilyen spanyol csizmaként húz vissza az örvényben ez a dolog, pedig tök ügyes vagyok, tehát hogy csinálom rendületlenül. Igen, nagyon sok példa van erre, hogy most nyilván sokat tudni kell beszélni, talán röviden annyi, hogy van, amikor meg kell állítani a kommunikációt és a kapcsolatot addig, amíg nem látom azt, hogy ők valamit akarnak változni. Tehát volt olyan kliensem, aki én óvtam ugyan még tőled, amikor ez így elkezdett neki világossá válni, aztán most ő autóba ül, lemegy 250 kilométerre a szüle, és elmondja nekik, hogy ő most mi a felismerés. És következő héten jött hozzám ilyen nagyon csalódottan, hogy így semmi nem ment át a szüleinek, azt hajtogatták, hogy ők mindent megtettek érte, és onnantól fogva gyakorlatilag még egy 2,5 évig volt a kapcsolatunk, ő gyakorlatilag azt mondta, hogy oké, akkor amíg azt nem látja, hogy valami konstruktív igénnyel, vagy valami kommunikáció hívják föl, addig ő nem kommunikál velük. A karácsonyi ajándékot, amit a futár hozott, azt átvette az ajtóba a futártól, bedobta a kukába, és bement a házba. Azt mondta, hogy nem, addig semmi nincsen, amíg valami dolog el nem indul. Vagy mit tudom én, jár hozzám egy srác, és van neki egy öccse, meg egy húga, a húgával elindult valami kis koalíció. Az öccse, ő teljesen a szüleivel van egy szinten, és hogy egy ilyen kis koalícióban, védés dacszövetségben vannak, ebből így nagyon nehéz kirángatni, és hát elindult valami ott a testvérpár, hogy így jönnek elő az emlékek, hogy itt tulajdonképpen ez hogyan van, és hogy
hogy elképzelhető, hogy sosem fognak összeérni. Szóval ez egy ilyen következő nehéz puttony, amit így cipelni kell. De szóval ezt így nem feltétlen csak egy ilyen negatív dolog, de hát ne is számítsunk arra, hogy ebből mindig happy end tud lenni. De hogy aki meg így felismeri, ő már tud lepakolni dolgokat. Tehát, hogy amikor mondja azt a kliensem, hogy igen, a munkahelyén az, ahol ő gyakorlatilag folyton ilyen alárendelt helyzetben volt főnökként, nem tudta megmondani a kollégáján, a beosztottjának a frankot, mert hogy már, amint ránézett, ez az ilyen apai tekintet jött neki, és hát ilyen egyből ilyen szorongó és zavarodott lett, és azt mondja, hogy ez így változik, és mondják a kollégája, hogy figyelj, látjuk, hogy te így elkezdtél máshogy működni, hogy ilyen könnyedebb vagy, meg tudod mondani meg, hogy nem, tehát hogy ő jobban van már. Hát, hogy a szüleivel tud-e beszélni, azt nem tudjuk. Pont ez, szerintem ez egy csapdahelyzet, tehát pont ez a lényege. Tehát, hogy a környezeted az nem fog ebbe segíteni. Vagy nagyon sok idő kell. Na, igen, bocsa, ők ellen érdekeltek. Így van. Tehát, hogy pont ez a nehézség az egészben. Na, hogy nagyon örültem, hogy el tudtam jönni. A kisebbik fiam beteg, és nagyon bonyolult volt megszervezni ezt a ma estét. De már nagyon régóta akartam, mert már láttam a Szociopolit, meg mindenféle jelzét, amit a Gábor csinál. Na, de nekem tényleg az egy probléma volt, hogy értem, hogy nem akartátok a hölgy vagy az asszonynak a szerepét megterelni, de szerintem ez nagyon fontos. Tehát ez minden ilyen esetben az, hogy ki lesz. Mert én azon gondolkoztam, hogy miért nem vár már el? Hát nincs itt, hát ez egy egészséges, normális nő. Hát álljon már meg a menet. Tehát ez de a kereteken az belül... Az egészségesen picit vitatkozom. De azért szerintem rendben volt. Na. Igazából már az első mondatom megakadtam, amit a Gábor mondott, hogy mondta, hogy az ugyanolyan, hogy egy apa, igaz, hogy nem volt szerhasználat, de ez ugyanolyan. Én ezzel nem értek egyet. Tehát ahol van egy családban egy komoly alkoholista, azért az más. Én ezt így gondolom. Majd vitatkozunk erről. A másik, meg hogy ahogy te elkezdtél kilátni ebből az egészből, meg tudtál-e bocsátani az apukádnak? Mert ő még nem lát ki belőle. Van egy nagyon fontos ilyen acás alapmondata, így hangzik, hogy áldozatok áldozatai vagyunk. Ez egy transzgenerációs probléma, nagyon sok generáción keresztül húzódik. Van egy nagyon képletes, ilyen szép magyarázat rá, hogy olyan, mint az autópályán a baleset, hogy megtörténik, aztán a következő hullám megint belemegy, következő hullám megint belemegy, következő hullám. És hogy hát az én életcélom, amióta ezt így megértettem, az, hogy én szeretnék lenni az az ember, aki nem adom tovább. Hát 100%-osan nem tudom, de azért lehetőleg a legkevésbé adjam tovább ezt a borzalmat. És hát az apámnak megbocsájtani, hát így tudok, hogy áldozatok áldozatai vagyunk, hát ő is egy áldozat. Ő annyira súlyos áldozat, hogy képtelen szembenézni vele, hogy áldozat. Annyira nem képes, hogy egyáltalán beismerje, hogy el van baszva, az egész életét elcseszte. Hát már 85 éves, most így azért nehéz lenne ezt. De hogy igen, és hát nem dolgozott magán soha. Tehát, hogy ugyanolyan. Ugyanazt csinál. Hazamegyek, ugyanaz van. Nem megyek haza, csak keveset. És akkor így megóvom magam. Amikor hazamegyek, az kártékony, fix. Az borzasztó. És utána hosszú ideig szar. De már egyre rövidebb ideig szar. És hát így igazából megbocsátottam, hát a nyomorút nem tudja. Ő tényleg azt akarta, ami a legjobb. Hát azt hitte, hogy ez a legjobb. Hát kösz, de igazából... Már nem úgy, ja igen, így itt ülök, azt mondom, hogy nem haragszok rá. Álmomban mindig megverem.
Ezzel nem tudok mit csinálni. Szörnyű, amikor arra ébredek, hogy álmomban már megint megvertem az apámat, hát az nem jó. De hát most egyszer majd egy szép napon talán nem verem meg. Igen, a kutatások is vannak ezzel kapcsolatban. Van ez az ÉSZ, ez a acenévre hallgat, ez a magyar angol rövidítése az ártalmas gyerekkori élményeknek. És az ártalmas gyerekkori élményekben így a különböző bántalmazások, a szexuális, fizikai, verbális, az elhanyagoltság, a droghasználat, pszichiátriai probléma, kriminalizációs dolgok, a gyerek előtti, mit tudom én, szülők veszekedése, fizikai agresszió, stb. Ebből van 10. És akkor nézik azt, hogy akkor gyakorlatilag ebből a 10-ből, mit tudom én, azt látják, hogyha például 4-nél több észre van egy gyereknek, akkor például a szuicid, az öngyilkossági kísérletre való hajlama, az azt hiszem, hogy 39-szeres ahhoz képest, akinek 0 vagy 1 ártalmas gyerekkori élménye van. De például egy országnak a GDP, a gazdasági eredményei az függ attól, hogy az aktív nem populációnak mennyi ártalmas gyerekkori élmény érte a lakosságot. És ezen belül, ami a legkártékonyabb általános gyermekkori élmény, az a szexuális abúzus. De azt gondolom, hogy amit mondtál, hogy mondjuk a második, az az elhanyagoltság. Ezek a nagyon súlyos trauma, mint mondjuk egy szexuális abúzus, nyilván egy borzalmas dolog. Azt gondolom, hogy például mondjuk egy alkoholista apa mellett valószínű, hogy az ember jobban ki van téve egy szexuális abúzusnak, mint mondjuk egy kényszeres apa mellett, de hogy az elhanyagoltsággal meg az a probléma, hogy az viszont egy folytatólagosan éveken keresztül egyfolytában elkövetett, nagyon apró, ez olyan, mint hogy egyszer beléd döfök egy késsel, vagy folyamatosan szurkálok tűvel állandóan, és gyakorlatilag szinte érzéketlené tesztlek, kiölöm belőled az empátiát, kiölök belőled sok mindent, a reményt, a jövőképet, a bizalmat, kiölöm beled, mert állandóan fájdalmat okozok, és ezzel. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, hogy tulajdonképpen a szülők, említettem ezt a könyvet, az Apa-anya Pia című könyvet, abban esettanulmányok vannak drogos szülők, vannak alkoholista szülők, vannak evészavaros szülők, vannak kényszeres szülők. Tehát, hogy gyakorlatilag, mit tudom én, egy evészavaros család, hát egy rémálom. Tehát, hogy gyakorlatilag a gyerek éhezik, nem ehet, mert az anyja folyton lecseszi, hogy már megint mit zabálsz, szegény, éppen kétszer sültet eszik, mint a pohár vízzel. És aztán a nagymama kiderül, hogy ugyanazt nyomta, amit az anya. Tehát nyilván az anya nem véletlenül lett ilyen. És akkor itt van az, hogy igen, hát szóval az áldozatok áldozatai vagyunk, de hát attól még én azt gondolom, hogy ha távol tartom magamat ettől a családtól, tudok lenni, és akkor ez, hogy lehet-e beszélni, tehát hogy éppen a Franco András, aki a Máltában ennek a programnak így a gondozója, mindig szokta mondani, hogy én vagyok ennek az Apa-anya Pia könyvnek a keresztanyja, vagy keresztapja, mert hogy egy konferencián hozta a nyers fordítást, és az volt a könyvnek a címe, hogy Apa-anya szenvedélybetegség, mert Vater Mutter Sucht, ez egy német könyv. És mondom az Andrásnak, hogy András, ez már mennyire bén a cím. Azt mondja, hogy mi a bén a cím, hát ez a könyv címe, Vater Mutter Sucht. Hát mondom, hát ez ilyen címet már hogy adunk? Hát ez miért, mi legyen a cím? Hát mondom, mi legyen a cím? Hát Apa-anya Pia. Wow, mondta anya Pia, és aztán a múltkor egy konferencián beszélgettünk, és képzeteket továbbfejlesztettem. A Pia az nem azt jelenti, hogy alkohol, hanem progresszív, invazív addikciók. Tehát, hogy ez így szélesedik, már lassan majd levédetem. Tehát, hogy tulajdonképpen, igen, és az András mondja, hogy kapott egy levelet egy nőtől, de ezt valójában nekem írták. És mondja, hogy a levél arról szólt, hogy mondja, egy nő ült a vonaton, lapozgatta a telefonját, és csak így bevillant egy ilyen könyv, ajánló volt, hogy Apa-anya Pia. És azt mondta, hogy így a levél szerint, hogy így belehasított, ő már közel majdnem 40 éves volt, és belehasított, hogy hát az ő anyja alkoholista volt. És ezt soha senki a családban nem tette szóvá, ezt nem lehet kimondani. Ha anyuka nem tudott felkelni a vasárnapi ebédre, akkor fáradt volt. Ha már leitta magát délelőtt vasárnapi ebédfőzés közben,
akkor, tehát, hogy így el tudjátok képzelni az egész, hogy hazament az iskolába, és nem tudta, hogy az anyja otthonban, nincs otthon, részeg, a piától pont szalonspic állapotában jókedvű és fellazult, vagy már depressziósra itta magát, és mindenért bele fog kötni, és hogy gyakorlatilag ebben nőtt fel, és akkor azt mondta, hogy így megnézte, hogy hol van ez, és akkor az Andrásiknak a Kégolya utcában van a Fogadó nevű hely, ahol vannak ilyen apanya piacsoportok, leszállt a vonatról, a kedvenkező vonattal visszament, szakadt az első, így a szakadó elsővel így együtt így bezúzott a helyre, és így egy csomó vízzel ott állt, és mondta, hogy ő most világosodott meg, hogy ő miért egy ilyen szerencsétlen sorsüldözöttje, mindenki által kihasznált nyomorék, mert hogy az ő anyjai volt, de erről soha nem lehetett beszélni, és akkor írt a levélbe, de most már 4 éve csoportba jár, és így elkezdett tisztulni a kép, és a családokkal is el lehetett kezdeni beszélni erről, hogy az ő anyja alkoholista volt. Tehát, hogy tulajdonképpen maga ahogy szembe jött egy cím, amitől így ez az egész így elkezdett működni benne. Szóval azt gondolom, hogy egy apa, aki nem iszik, aki mindig képbe van, de iszonyat kényszer uralja az életét, és a gyerekének az élete pokol, szóval azt gondolom, hogy így nyilván, mit szoktál mondani, az ilyen nyomor... Nyomorpornó. Nem nyomorpornó, szoktál mondani, amikor... Nyomorlicit. Nyomorlicit, igen. Amikor én mondom, hogy milyen szarú vagyok, és akkor mondod, hogy jaj, de te is mennyire szarú vagy. Semmi, igen, most azért elmondom, hogy gyakorlatilag, hogy akkor végül sem most meghallgatnánk embereket, akik ilyen olyan családban nőttek föl, akit éheztettek, mert az anyja táplálkozászavaros volt, akinek az anyja részeg volt, de legalább azt csinált, amit akart, akinek az apja egyfolytában ellenőrizte a viselkedését, tehát hogy végül is ki az, akinek szarabb gyerekkora volt. Nyomorlicibe beszállnék, de inkább csak röviden, nagyon sok minden megszólított már, amikor először föltettem a kezemet, azóta volt 8 gondolatom, most valamit megpróbálok belőle megosztani. De egyrészt az, hogy igen, az én anyám alkoholista, száraz alkoholista most is, alanonos vagyok, vagy 4 éve, megjártam az A-t, ACÁ-t, meg ezeket a történeteket, saját család is nyilvánvalóan. És egy idő után, amikor felfedeztem azt, hogy mit az én meg nem oldott problémámat, hogy adtam át a gyerekemnek. Úgyhogy én a legnagyobb jó indulattal maradtam benne abba, hogy mi az én szüleim, anyám ott hagyott 3 évesen, vagy 2 évesen, elváltak. Hát ez olyan borzasztó, hogyha szar is a házasságon, megtartom. Mert az nagyon szar volt. És akkor nem is tudom, hogy 4 vagy 5 év alanon meg A után jöttem rá arra, hogy gyakorlatilag fordítva ültem a lovon. A legnagyobb jó indulattal, hogy én jót akartam. Én szépet akartam. Én kedveset. Hogy ezt magamban hogy meg mint, abban látom ennek a változásomnak a nem tudom miéjét, hogy ezek a témák, amit mi behoztatok ide, hát legalább 10-15 éve kimondjuk otthon. Családterápia, stb. De úgy, hogy én voltam az, aki először azt mondta, hogy sok hülye pszichológus, tehát nem áll megmondja, hogy merre van a bejárat, meg a kijárat. Csak azért, hogy valami olyat is mondjak, ami, vagy olyan is elhangozzék ma este, ami esetleg erőt adhat másoknak. És hogy volt egy jó hívó szabad, amikor azt mondta, hogy áldozatok, a Viktor E. Franklinál van talán az ember az értelmirányuló kérdéssel szemben, hogy ártatlan áldozatok áldozatai vagyunk, ő használja ezt a kifejezést így. Ez én felhasználva, én apámmal meg anyámmal leültem egy 15 évvel beszélgetni, és végre kimondtam, hogy haragszom rátok. De akkor már nagyon nyugodt voltam. Anyám úgy fogadta, hogy ne haragudjak, nem tud bocsánatot kérni. Ezt elfogadtam, az oké volt. Apámon meg láttam ugyanazt, amit gyerekkoromban, hogyha ő mondjuk 10 éve fiatalabb, akkor már közel 80 volt, akkor szétverte volna a fejemet. Hogy azt gondolom, hogy ebben a folyamatban, amit én az életemben teszek, megállíthatom azt a karambol sorozatot az autópályán, amiről beszéltél. És ez abban jelentkezik, hogy például a 23 éves gyerekem épp a múlt héten mondott ki olyat, amit én még 40 éves koromban nem mertem kimondani a feleségemnek. Gyűlölöm, amikor piás. De mivel ebben nőttem fel, az anyámnál ezt megszoktam, ez olyan volt, mint a levegővétel.
És nyilván a gyerekem bevonzott magának egy piást. Igen, innen szép, és mondja, hogy nem bírom elviselni a szagát. De mit csináljak? Szeretem meg, most váljak el, vagy most mit csináljak? Csak annyit tudtam neki mondani, hogy figyú, egyik szemem sír a másik nevet, mert olyat mondasz ki, amit én 30 éven keresztül elhallgattam. Te meg 23 évesen kimondod. Hát nem tudom, hogy ez hozzátesz-e ez a történet, vagy sem. A kérdésem az lett volna, hogyha valakinek súlyos anorexiája van egy családi mintázaton belül, visszafejthető-e a tapasztalatod alapján, hogy az mire mutathat? Igen, nagyon sokszor az anorexia, tehát ez egy ilyen kontrollkérdés. Picit nézzük ezt ilyen addikciós probléma szemüvegen keresztül, ez egy ilyen kontrollkérdés, hogy így végülis olyan gyerekek, akik mondjuk így ilyen gyerekszerepben vannak, és akkor mi az a kontroll, mi az, amit ő befolyásolhat, és akkor mondjuk azt, hogy legalább az evésemet én befolyásolom. És nagyon sokszor a családterápia arról szól, hogy ezek a családok nagyon sokszor ezeket a gyerekeket nem akarják engedni felnőni. Tehát, hogy végülis nyomják le, nagyon aggódnak értük, nagyon óvják őket, nagyon, és hogy akkor gyakorlatilag kialakul egy ilyen játszmásodás, és nyilván az is egy kérdés, akkor tulajdonképpen játszma, ki hogyan vonódhat be ebbe, hogyan van élet, tehát hogy röviden talán ennyi ez a, és köszönjük szépen, hogy ezt így megosztottad, amit elmondtál. Köszönjük, mondjátok. Nekem az volt az élményem, hogy az egész előadás alatt így nagyon élveztem az egészet, viszont végig izzadt a tenyerem, és furcsa volt nekem ez a befejezés, hogy amikor vége lett, és elkezdtek az emberek tapsolni, akkor így mindkét oldal megkérdeztem, hogy most tényleg vége lett, vagy aki elkezdett tapsolni, ő elrontotta. És mert olyan furcsa volt, hogy a nő úgymond így kifejlődött ebből a kapcsolatból, vagy legalábbis egy fajta ilyen felfrissülést hozott az otthonba, egy gyermekek számára is, és önmaga számára is egy komfortos házzá változott. Még a férfi jelenléte egy feldúló erő volt, ez is, és mégis amikor elment, és a férfi realizálta, hogy megtörténhet, hogy ez egy randevúra való készülődés lesz, semmi olyan reakció nem volt ábrázolva a végén, hogy a férfi hogy éli meg azt, hogy hát nem is elutasító a nő, de mégis így rúzsozott, vagy száj rúzsozás közben mondta, hogy ami így kijött épp, ahogy a száján, nem figyelte arra, hogy hogy kommunikál a férfival. És a férfinál nem azt mondom, hogy azt vártam, hogy akkor most omoljon össze, de hogy legalább még egy reakciót sem láttam arra, hogy ezt mondjuk úgy akceptálja, vagy úgy meg nem jelenik meg a darabba, hogy azt mondja, hogy én ebben bár erős vagyok, és nem fogok mondjuk megborulni. Tehát nem volt se megborulás, se annak a jele, hogy nem borulok meg. És ez nekem úgy hiányzott. Hát igazából ott egy jelentős időmúlás történik, és hogyha egy jelentős időmúlás van, hát ez a reakció, legalábbis az én személyes tapasztalatom ez, hogy igen, van a volt páromnak ilyen, és akkor mi van igazából? Nem akarok már a párja lenni, nem fáj. Nézem az ajtót egy darabig, hogy vajon lehetett volna, vajon megúszhattuk volna? Egyébként azt gondolom, hogy nem. Nem. Esélyünk se volt. Nem tudtuk. Nagyon szerettük egymást. Két gyerekünk lett. Esélyünk se volt. Semmi. Ahhoz kurvára tudatosnak kellett volna lennünk mind a kettőnknek, hogy esélyünk legyen, de hát nem. Szóval, hogy ez a reakció, hogy hát szia, menjél nyugodtan. Hát szerintem azért mindannyian ismerjük azt, hogy az ember mindent belead abba, hogy a másiknak prezentáljon, hogy ő mennyire jól van, és hogy mennyire kinyílt, és hogy mennyire kerek minden. És hát ez vice versa működik. Én azt gondolom, hogy két ilyen ember egy térbe kerül, óhatatlan, hogy beinduljon a dinamika. Tehát ahhoz hatalmas munkát és hatalmas utat kell megtenni, hogy ne induljon be a dinamika, nem? Tehát én ezt gondolom erről, úgyhogy így erről még hosszan-hosszan lehetne beszélgetni. A nőnek a viselkedése, a rúzsozása, a randi, a jól néz ki, a nem tudom, és a srác, hogy reagál, nem reagál, mit nem és mit hogyan. Tehát hogy ez nagyon-nagyon hosszú elemzés tudna lenni.
Bocs, még csak mindjárt Ádám szól, hogy, ahogy kezdődik a darab, és Gügy Gábor bejön, és még ott kabátba áll, és közben már megindul a konfliktus, és akkor nekem van egy csomó lányom, négy darab, és hogy a 18-17 éves volt a Hanna, mikor így ez a készült a darab, és akkor a Hanna mondta, hogy ő azt gondolta, hogy akkor így hazaérkezik, legalább a kabátját leveszi, leül, na és akkor mondja majd Fruzsi, hogy már izé hoztál egy pelenkát, és elindul az egész izé. És akkor mondta Gábor, hogy igen, gondolod, hogy megvárja még le, hát nem várja meg, még leülök, hanem még éppen csak az ajtót se csukom. Kincset nem engedem el. úgyhogy igen. Ja. Engem két morális kérdés feszített, hogy az egyik, hogy ja, azt gondoltam, hogy így basztam meg ezeknek a francia kell egy gyereket vállalniuk, és hogy így azon, és így rengeteg ilyen család, ugye ez el is hangzott, hogy... Akkor még szerették egymást. És hogy mi mikor felelős egy acás, vagy egy diszfunkcionális családból származó embernek gyereket vállalnia, vagy egy mikor lesz rá készen, ez a kérdés feszít egyrészt. Pláne annak a fényében tényleg, hogy rengeteg ilyen család van Magyarországon, már csak az alkoholista családot nézzük meg a többit. A másik meg a, hogy az meg arra jutott eszembe, mondtad Gábor, hogy a szüleide hogyan vagy, és hogy így mivel tartozik egy felnőtt ember a szülei irányába, amikor tudatosul benne, hogy rosszul szerették, de az ő nézőpontjukból meg a legtöbbet adták, tehát, és hogy amikor így idősek vagy betegek, akkor így ezen gondolkodtam még, hogy nektek erről mi a véleményetek. Én nagyon gyorsan válaszolok az első kérdésedre, aztán Gábor talán arra is mond, de hogy az egyik, hogy biztos hallottad azt a szót, hogy csok, tehát hogy hány gyereket vállalunk és mire, tehát hogy így lóvé, egy, kettő. Beszéltem egyszer egy evolúciós pszichológussal, aki azt mondta, hogy az antiszociális személyiségzavar, hogy ez az ilyen nagyon brutális, most már csak ilyen pejoratív, ez a pszichopata, ez a nem tanul, nem szeret, nincs lelkiismeret futása, akiknek nagyon nagy része viszonylag fiatalon hal meg, kriminális, tehát bűncselekményben, vagy öngyilkosságban, túladagolásban, ilyesmiben, viszont nagyon korán önállósodik, 12-13-14 éves korában elköltözik otthonról, gyereket csinál, tehát a genetikáját már teríti, aztán 22 éves korban mondjuk meggyilkolják és meghal. Tehát evolúciós pszichológia szempontjából az antiszociális személyiségzavar azért túlélő, mert hamar szaporodik. Felelősség? Hát ez más lapra tartozik. Tehát ez nem így működik. Hát a gyerekvállalást azt nem tudom. Tehát hogy tényleg ezek az emberek, mi nagyon szerelmesek voltunk, és az acás társaim ugyanerről számolnak be, hogy miért vállalnak gyereket. Hát mert szülők akarnak lenni, és azt gondolják, hogy kurva jók lesznek benne. Hát utána derül ki a szülői szerepben, hogy nagyon nagy a baj. Előtte nem tudja az ember. Honnan tudná? Úgyhogy általában ez fel sem merül. Az már felmerül bennem mondjuk, hogy ilyen súlyos acásként például vállalnék-e még gyereket. Hát, kurva nagy rizikó. Mert nem tudom, mi jönne. Inkább nem. De hát mondjuk nincs is ilyen veszély jelenleg. A másik meg a szülők, hát attól én még a gyerekük vagyok, ők meg a szüleim, ők, hogyha betegek, öregek, hát nyilván valamit kell majd csinálnom, de közben bántalmazóak, akkor is, hogyha a legjobbat akarják, mert hát ugyanúgy működnek, mint gyerekkoromban. Tehát, hogy ez erre nincsen szerintem exakt válasz, hanem az van, hogy megy ez a libikóka, hogy egyrészt én ne sérüljek, vagy hát így egyáltalán tudjak funkcionálni, már pedig, hogy ha ott vagyok náluk, akkor az sérül, az gáz. Másrészt meg hát vannak igen gyerek, attól még én a gyerekük vagyok, és hogyha majd ágytálazni kell, akkor valamit kell csinálnom. Az nem lehet, hogy ti bántalmaztatok engem, le vagytok szarva. Hát ez biztos nem lesz, hanem valamit csinálnom kell, és akkor ebben kell valahogy valami elfogadható kompromisszumot találni, gondolom. Na, utolsó kérdés? Oké. Okay.
Nekem kettő kérdésem is van. Utolsó két kérdés. Utolsó kettő. Az egyik az egy nagyon, nagyon komoly, véresen komoly kérdés, az pedig az lenne, hogy mi az a boldogság. Mármint, hogy nagyon tetszett, ahogy ott volt egy ilyen egész szekvencia, ami arról szólt, hogy boldog akar lenni a nő, és csak miért nem boldog már végre, és ez nagyon sokszor bennem is felmerült, ez egy ilyen kis körfutás, igazából egy gondolati körfutás általában. Amikor hiányzik a boldogság, akkor kérdezem meg, hogy mi az, vagy hogy mi volt az, általában az, hogy mi volt, mert emlékszem valami boldogságra mindig, hogy ez lenne úgy nagyjából az. És mondjuk ez összefüggésben van nekem, ugye, és ez a második kérdés, igazából a valódi kérdés, ez általában összefüggésben van az őszintességgel, hogy mondjuk őszinte vagyok először is magamhoz, és itt is nagyon sok monológot, ilyen egyébként fejben lezajló monológot hallhattunk a darabban, ami nekem nagyon tetszett, mert párosítva azzal, hogy a tekintetek azok hogyan mozogtak, így nagyon érdekes volt, hogy igen, és itt nem őszinték, itt van csend, még csak nem is hazudnak egymásnak, csak így mennek ki az információk az éterbe, és nem találkoznak, és igazából itt csúszik el az egész, ez a tudattalan lét, hogy valójában nem tudattalanok vagyunk, hanem csak nem mondjuk el egymásnak az igazat, mert magunknak sem merjük bevallani. Mondjuk családterapeutaként rá lehet-e tapintani arra, hogy egy embernél, hogy most ő gondolkodik azon, hogy valójában mit szeretne kifejezni, vagy közölni, vagy mi szeretne ő lenni. Van erre egyáltalán esély, vagy mondjuk megtalálni azoknál, akik egyébként óckodnak attól, hogy valójában óckodnak attól, hogy beletúrjanak a fejükbe, csak a problémát akarják megoldani. Úgy nagyjából remélem érthető volt. Boldog. Tehát én válaszolok, aztán utána majd a többiek a színpadon még mondanak. A boldogságról talán csak annyit, hogy ezt megint a családterapeuta mesteremtől Székely Illus mondta, hogy a boldogság az kicsit, és nekem ez így nagyon tetszett, hogy a boldogság nem egy olyan dolog, amifelé így megyünk, hogy ott ragyog valami nagy, színes, édes, nem tudom mi, hanem az ember úgy jól él, úgy ápolja kapcsolatait, etikus, úgy rendben vannak a dolgai, akkor az úgy megy utána. Tehát, hogy én megyek, és akkor az valahol ott van mellettem, körülöttem, kicsit elégedettség, kicsit eufória, ilyen jó pillanatok, szóval valami ilyesmi. A másik, hogy akár így családterapeutaként az ember hogyan van egy helyzetben, mennyire tudom én motiválni az embert, hogy turkáljon, menjünk mélyebbre. Igen, szóval ez egy közös munka, hogy az ott így tulajdonképpen a kliens irányít, én segítem, vagy nem irányít, ő igénye szolgáltatást. És hogy igen, például traumák kapcsán szoktam azt látni, hogy nem mindenki alkalmas ott akkor, hogy a traumáját előbányásszuk, mert hirtelen még nem tud vele mit kezdeni. És ez is egy ilyen, nyilván ez a terapeutának a felelőssége, hogy oké, most beszélünk, de utána ő neki el kell menni, és haza kell érnie, és másnap be kell még dolgozni, és hogy mi az a szint, amit ő így egyáltalán képes elviselni. Szóval azt gondolom, hogy ebben meg én nekem vigyázni is kell rám, de így szeretném, hogy így többet értsen magából. És hát igen, tehát hogy mi az a szint, amit ő aztán ő élhetőnek fog tartani. És ez így majd kialakul. Hogy na, ezen a szinten ő már tudja kezelni a konfliktusait. Hát mindent nem tudtunk meg, hát mindent. Hát barátom egyszer leforrázta a kezét ilyen nagyon, egy kempingben voltak Adrián, és hát nem akart elmenni sehova, 10 nap után hazajött, hát tényleg elég jól nézett ki a kezem, mondja neki az égési osztály orvos, hogy hát hol nyaralt maga, hát ezért nem volt ott valami ellátás, és mondja Szabi, hogy hát nem tudom, ez örökre megmarad, azt mondja, hát örökre nem, de amíg él. Bennem maradt azért, hogy... A boldogságról akartok mondani, vagy bármiről? A darabban benne van egy foltozsák. Tündérújjak foltozzák. Ah, igen, a flamenkóból, igen. Én nekem, amikor ez az egész így nagyon-nagyon súlyos krízis volt, akkor így, és hát az hosszú évekig tartott, akkor így az volt, hogy hú, a konkrét szenvedés hiánya. Untig elég. Ezt akartam hozzáfűzni.
Benne még annyi maradt ezzel kapcsolatban, hogy az egyéni felelősség, hogy akkor minek vállalnak az ilyenek gyereket típusú kérdés, hogy vajon van-e jogunk ezt így egyáltalán megkérdezni egy olyan társadalomban, ahol a nagy szinten is gyakorlatilag ugyanez megy, egy nagy diszfunkcionális család vagyunk, magyar népként, és megy a falazás, sunyogás, hazugság, stb. Bántalmazás, és az állam is gyakorlatilag úgy működik gyakran, mint egy bántalmazó. Hát éppen ilyenkor van jogunk megkérdezni, csak hangosan kell kérdeznünk, hogy ez így visszhangozzék a falak között. Mert hogy azért itt ebben a darabban is volt, tehát bennem azért azok is felmerültek, hogy mennyi olyan pont volt, ahol esetleg be lehetett volna avatkozni, ahol esetleg jöhetett volna valamiféle segítség, és amit nem kaptak meg, vagy akár szerintem azért itt mindenki valamilyen szinten kényelmetlenül feszengett néha a dialógusoknál, hogy ebben már én is voltam, hogy ez a passzív agresszió, akkor, és hogy mennek félre ezek a kommunikációk, és ez valahol azért ezt lehetne tanulni is. Tehát az iskolában például, hogy nem kellene mondjuk ezekről is tanulni, amellett, hogy ilyen rengeteg okos és fontos dolgot tanulunk az iskolába, hogy mondjuk hogyan kommunikáljunk asszertívebben is. Igen, az nagyon izgalmas, mert féltünk először, hogy úgymond tinédzserek közé vinni ezt az előadást, azt gondoltuk róla, hogy felnőtteknek való, és akkor jött egy felkérés az egyik gimnáziumból, és akkor megvitattuk Jánossal együtt, hogy mit szól ahhoz, hogyha ezt így 16 év, nem 18-tól fölfelé, hanem 16-tól fölfelé játsszuk, és kötelezőnek gondoljuk azóta, mert elképesztő visszajelzéseket kaptunk. Tehát, hogy így nagyon-nagyon fontos. Amiről beszéltünk, hogy elszenvedni szabad, beszélni róla meg nem, és hogy így muszáj, igen. Most már tudjuk, hogy muszáj játszani gimikben is. Igen, ugye azt hiszem a könyvben is egy ilyen motoként is van írva, meg hát itt a lefóliázott könyvek országában, hogy 18 év alatt egy csomó ilyen dologról nem tudhatunk, csak átélhetjük. Talán röviden ennyi. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, és a Drog Reporter Szabad Egyetem majd folytatódni fog. Áprilisban lesz következő. Ez a beszélgetés, ez kint lesz a Facebookon, kirakjuk a Facebook oldalunkra, tehát ezt a beszélgetést el lehet érni. És ha jól tudom, a filmverzió az YouTube-on elérhető lesz ennek a darabnak a filmverziója, majd azt is akkor, amint ugyanott kikerül. Ugyanott kint lesz a honlapon, igen, vagy a Facebookotokon. Szóval szerintem még egy nagy tapsot kérnék a beszélgetőt. Köszönjük szépen.